Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös ember ismeretfejlesztő képzésén vagyunk. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat bennünket. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki tegezi egymást, kortól s nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom szivattyúgépész, amit még ma is végzek, de egyre jobban a PPH felé orientálódok. Rákóczi falváról érkeztünk, párommal párkapcsolatban élünk. Én azért kezdtem el a PPH-nál tanulni, mert szintén több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem érdeklődni spirituális tanítások iránt. Nagyon jó mesterek voltak, nagyon sok rendszert megtanultam. Én megfogadtam annak idején, hogy amihez időben és pénzben hozzájutok, azokat mind megtanulom. És így is tettem, de én is ugyanazt a hiányosságot éreztem, hogy az emberek miért nem tudnak az életükön változtatni, holott akár tanácsokkal is elláttam őket, természetgyógyász voltam. De az emberek nem tudták megtenni, mert nem volt olyan tudásom, amivel úgy tudtam volna őket tanítani, hogy meg is értsék, és tudják egyáltalán alkalmazni. És hiába van a tudás, hiába tudjuk, hogy mit kellene, vagy mit nem kellene tenni, ha nincsenek hozzá módszerek. Ezeket csak itt találtam meg, egy olyan komplex tudást kapunk, alkalmazási technikákkal, módszerekkel, személyes segítséggel. Bármikor elakadásunk van, Szedacsik Miklóshoz bármikor fordulhatunk, vagy a vezetőkhöz. Én nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy ide vezérelt. Nekem szóltak, és én 10 nap múlva az első szeminárium óta folyamatosan itt vagyok, most már lassan 6 éve. És nagyon sokan csodálkoznak ezen, hogy minek ez a sok idő. Hát azért, hogy megéljünk, megtapasztaljunk mindent, a számaink energiáját megéljük. És én vissza szoktam kérdezni, hogy az érettségi 12 év mire eljutunk, és az még mind csak elméleti tudás, tehát az életben még kell egy csomó gyakorlat ahhoz, hogy tudjuk is alkalmazni azt a tudást. Itt ugyanígy van, csak egyszerre kapjuk a tudást, a módszereket és a segítséget, amivel nagyon-nagyon gyorsan rendbe tudjuk tenni az összes életterületünket, amit más tudásokkal egyáltalán nem. Hát aki már találkozott a PPH-val bármilyen formában, azoknak én azt tudom tanácsolni, hogy kezdjék el, ne várjanak. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista és a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy mi mindenben egyedülálló, a mi vezetőnk, akkor arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy békében és boldogságban élni megtanítja az embereket, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócsot, jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Hát ez itt lévők biztos. Nézzük akkor, hogy
Mennyire vagy elégedett az, ami jelenleg folyik a világban? Nem? Hát egy érdekes dolog van. Ugye arról volt szó, mert beszéltem, hogy ha elmúlik ez a helyzet, akkor ennél durvább helyzet lesz. Van másik helyzet. Jó, most lehetne azt mondani, hogy ha jobban nézegette az ember a történéseket itt az elmúlt időszakban, akkor nem tudom, tudjátok-e, hogy miért darabolódott föl a Szovjetunió. Hát mert volt egy olyan elnökük, akit Jelcinnek hívtak, aki gyakorlatilag egy alkoholista volt, és akkor annál sikerült elérni, hogy a Szovjetunióról leválassza ugye azokat a tagköztársaságokat, akik leváltak, többek közt Ukrajnát is. És nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt a megállapodás. Tehát ugye Gorbacsovval történt még a megállapodás, az a megállapodás, hogyha Gorbacsov elengedi a volt szocialista országokat, akkor azok semlegesek maradnak. Na most semlegesek vagyunk. Tehát ez volt az ígéret, a megállapodás. Tehát hogyha még egyszer mondom, hogyha elengedi a volt szocialista országokat, azok semlegesek maradnak. Ugyanez volt ugye a tagköztársaságoknál is, hogyha azok kimehetnek a birodalomból, akkor azok semlegesek maradnak. Ugye a tagköztársaságok egy része az már nem semleges, mert nem semleges ugye. Lettország, Litvánia, Észtország, ez már egyik sem semleges, de egyetlen egy szocialista ország sem, volt szocialista ország sem semleges már. Tehát a nyugat az úgy rúgta föl ezt a megállapodást, mint ahogy kell. Ugye miért szükséges, hogy legyenek két birodalom közt semleges országok? Mert ezt úgy hívják, hogy ütköző országok. Tehát, hogy ne közvetlen határ országok legyenek azok, akik szemben állnak egymással. És ezáltal ugye, ha megmaradnak az ütköző országok, a semleges országok, akkor jobban biztosítható a béke. Tehát, hogyha semlegesek maradnak. És mondom, egy sem marad semleges. Ráadásul ugye egy olyan vezető lett Ukrajnába az elnök, tehát olyan ember lett az elnök, akinek semmi köze nem volt a politikához. Ő egy komikus színész volt, és volt neki egy sorozata, tehát egy olyan sorozata, ahol ilyen politikai, tehát egy átlagembert játszott, és ilyen politikai, hogy hívják, voltak ilyen szövegei, politikai szövegei. Amivel, mint színész népszerű lett, tehát olyan politikai, hogy hogy a hatalomban milyen korrupciók vannak, meg stb., hogy a népet elnyomják, ilyen szövegek, ezáltal ugye ebben a sorozatban ő nagyon népszerű lett, és elindult a választáson, de azért ugye mondanám, hogy valami háttérben volt egy kis hátszél, hogy elinduljon a választásokon, és mivel nagyon népszerű lett ugye az emberek szemében, ugye mint színész, és azon túlmenően a filmben, a sorozatban lévő szövegei miatt, ezáltal ugye megválasztották. Tehát ő nyert a választásokon, egy olyan személy nyert a választásokon, aki sose tanult politikát, sose csinált politikát, tehát sose volt politikus. Tehát, és ezt ha jobban megnézi az ember, tényleg így van, a megnyilvánulásai azok abszolút nem politikusok, és nem is voltak politikusok a megnyilvánulásai. Tehát a megnyilvánulásai, tehát aki, ugye ha valaki politikusan nyilatkozik, akkor az a megnyilvánulás az ilyen kétértelmű. Tehát úgy lehet így is érteni,
meg. Úgy is érteni, ugye a politikának ez a lényege, hogy a politikusok úgy nyilvánulnak, hogy lehet így is érteni, meg úgy is érteni, akkor ugye azoknak is, akik ellene vannak, azok se tudják egyértelműen úgy érteni, ahogy akarják, aki vele vannak, azok meg úgy is úgy értik, ahogy akarják. Szóval a lényeg az, hogy ez a lényege a politizálásnak, hogy a politikusok azok képesek arra, hogy úgy nyilatkozzanak, hogy avval ne okozzanak galibát. Na most ő nem tudott úgy nyilatkozni, hogy ezzel ne okozzon galibát, tehát ő egyértelműen kinyilvánította, hogy EU tagállam akar lenni, meg NATO tagállam akar lenni, meg stb. Stb. Úgy, hogy Ukrajna a lélek száma az körülbelül akkora, mint az összes levált tagköztársaság lélekszáma. Tehát ami azt jelenti, hogy nyilván ez azt jelenti, hogy ha EU-s állam lenne Ukrajna meg ráadásul még NATO ország is, akkor ugye megnézitek Ukrajna elhelyezkedését, sokkal másabb, mint a levált tagköztársaságok elhelyezkedése, mert Ukrajna az így teljesen belenyúlik a Oroszországba. Tehát eszméletlen sok kilométer a közös határ, és így mondom, így belenyúlik. Tehát nem olyan, mint a többi, hogy a Oroszország szélén helyezkedik el, Ukrajna gyakorlatilag belenyúlik az orosz birodalomba, de ugye azt is érdemes tudni a ukránokról, hogy az ukránok sose voltak szuverén államok, de annyira nem, hogy még az oroszokkal kialkudott közös határvonaluk sincs. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor, mikor leváltak, nem írták alá a megállapodást arra, hogy mi a közös határ, képzeljétek el. Miért? Mert a Ukrajna azt jelenti, hogy határvidék, tehát az mindig az orosz birodalom, Oroszország határvidéke volt, és Oroszországhoz tartozott, majdnem 1000 éven keresztül. Tehát ami azt jelenti, hogy sose voltak független állam. Ugyanúgy, mint ugye Szlovákia se volt sose független állam, ugye a magyar királyság része volt mindig. De az ukrán ebből a szempontból ugye még rosszabb, mert ugye a szlovákok azok ugye betársultak a csehekhez még az első világháborút követően, de ugye Ukrajna soha nem volt független állam, tehát egyáltalán állam, még nem független állam se volt. Tehát az semmi, hanem úgy volt, hogy a szocialista, egyik szocialista vezető, ha jól emlékszem, Sztálin, az egyszerűen, vagy Ruscsov, köszönöm, tehát Ruscsov az kinevezte, hogy vagy tudom én, az legyen egy tagköztársaság. Tehát még amikor ugye előtte, Ruscsov előtt sem még tagköztársaság sem volt Ukrajna, hanem egy teljesen az orosz országhoz tartozó, mintha nekünk egy megyénk lenne, érted? A magyaroknak egy megyéje lenne, és akkor azt mondanánk, hogy egy megye az legyen egy ország innentől kezdve, érted? Tehát mit tudom, azt mondanák, hogy jó, akkor Szabolcs-Szatmár innentől kezdve egy külön ország, érted? Na, Ukrajna az így lett külön ország, nem tudom, elég világos-e. És nyilvánvaló, hogy ezt azért csinálták, hogy legyen ütköző ország, tehát legyen távolság ugye a nyugat és a nyugati birodalom, mert ugye ez egy birodalom, amiben most már vagyunk, ugye az EU az egy, tehát az egy Európai Unió, az már egy birodalom. És hát legyen ütköző ország Ukrajna, tehát hogy távolság legyen az orosz birodalom meg az európai birodalom között. És hát ezt úgy, ahogy a nyugat, úgy, ahogy eddig mindent felrúgott, ugyanúgy felrúgta. Tehát mondhatjuk azt, hogy Putyinnak nem volt más választása. Oké? Okay? Tehát lehet ezt mondani, nem volt más választása. De az egész mögött, hát megkérdeztem, hogy mi van. Hát nem ez. De ezt nem mondom el, mert azt mondták, hogy nem mondhatom el. De tényleg. Ezt majd egyeseknek elmondom, de hogy csoportosan nem mondom el,
mert nagyon durva, hogy mi van mögötte. Tehát nagyon durva, ennyit mondok csak, hogy nagyon durva, hogy mi van mögötte, és ezt a bolygón nem sokan tudják, hogy valóságban mi van az egész mögött. Jó, tehát mondom, el tudnám mondani, de nem mondom el. Szóval lényeg az, hogy ez az egész, hát most gondoljátok végig, csak gondolkozzatok egy kicsit, hogy ugye az orosz haderő az gyakorlatilag egy hét alatt elfoglalhatta volna Ukrajnát. És akkor gondolkozzatok, csak mindenki gondolkodjon, hogy miért nem tették. Miért nem tették? Tehát egy hét alatt elfoglalta volna, ugyanúgy, mint ahogy a Krímet, ugye egy pár nap alatt lerendezte, ugyanúgy az egész Ukrajnát le tudta volna rendezni egy pár nap alatt. És akkor semmi további fejlemény nem lett volna, de miért kell további fejleménynek lenni? Gondolkozzatok, miért kell további fejleménynek lenni? Tehát miért ilyen lassú ez az egész? Érted? Miért ilyen lassú? Tehát mi miatt ilyen lassú ez az egész? Jó, és ugye arról is értesítést kaptam, hogy milyen háttérmegállapodások vannak ezzel kapcsolatban. Jó, tehát a háttérben milyen megállapodások vannak. Na mindegy, de mondom, csak annyi, hogy gondolkozzatok. Jó, szóval a lényeg az, hogy van egy érdekes világunk, nyilván az oroszoknak nem érdekük azt, hogy világháború legyen, tehát ezt bolygószinten senkinek nem érdekel, hogy világháború legyen, mert azt gyakorlatilag nagyon kevesen élnék túl, egy, kettő, az sem érdekük, hogy mit tudom én, bizonyos határokon túllépjenek, tehát ilyen történelmi határokon túllépjenek, de most nagyon úgy fest a dolog, hogy marad, legalábbis az én számomra úgy fest, hogy marad ütköző ország, de van ott egy ilyen elválasztó folyó, nem tudom, a Don vagy melyik, Nyeper, és a széles, mindegy, valamelyik ott van, és szerintem az lesz a határ, az, valószínűleg az lesz a határ, mert a csapatmozgások csak azon a területen, azon túli területeken vannak, és azt a területet valószínűleg le fogják választani, de nem az egész országot fogják elfoglalni. Jó? Tehát ahogy ránézel egyébként a térképekre, ez gyönyörűen látni, hogy azon a területeken vannak csak mozgások. Tehát a másik részen nincsenek. Na szóval lényeg az, hogy itt nem az a megoldás, hogy az emberek féljenek. Tehát nem az a megoldás. Bár ugye azt szeretnék, hogy az emberek féljenek, és ezt elsősorban, megmondom őszintén, bizonyos, ugye nem létező háttérhatalom, ami létező, hát így van, létező háttérhatalom okozza ezt az egész. Tehát most gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az orosz birodalom az Romanov uralom alatt áll, akármilyen hihetetlen, tehát visszakerült a Romanov uralom alá, méghozzá ugye Sztálintól, Sztálin időszakától, és Európa ezen része, amiben vagyunk, ez pedig Rothschild uralom alatt áll, és most mondhatjuk azt, hogy ugye Amerika meg Rockefeller uralom alatt áll, tehát ugye csak három család a 13-ból. Igen, ez is érdekes, hogy mind a három R-betűs. Ugye a számmisztikában az R-betű az 9-es. Aha. Jó, szóval a lényeg az, hogy most mondhatjuk azt, hogy a Romanovok meg a Rothschildok csatáznak valamilyen szinten. Jó, és ugye Ukrajnát is meg akarták szerezni a Rothschildok. Jó, maradjunk ennyibe. Jó, de az egész mögött
gyakorlatilag ez csak most egy ebből a szempontból részletkérdés. No, szóval lényeg az, hogy, érdekes világban élünk, és erre az érdekes világra vajon mi a megoldás? Tehát vajon mi a megoldás szerintetek? Tehát van egy nagyon fontos dolog, ugye ezt már ezelőtt 20 évvel megkaptam, hogy amikor kell, akkor odébb kell állni. Ugye ez a 20 évvel ezelőtt már jött. Az azt jelenti, hogy ha olyan dolgok vannak, akkor időben odébb kell állni. Mondok egy példát, jó? Nagyon érdekes, emlékeztek, volt az a csendes óceánon az a cunami, nem japán cunamira gondolok, hanem az ott a, hát ott a, mit tudom, ott a szigetek környékén, már nem tudom pontosan hol volt. Hát arra, Indonézia, arra felé, így van. Tehát azokon a szigeteken, és ugye itt ilyen szexi szigetek voltak azok, úgy jellemzően, csak úgy mondanám, hogy szex turizmusért mentek az emberek, nem csoda, hogy ott volt ez a cunami. Na mindegy, de ez részletkérdés, hogy nagyon érdekes, hogy, állattetemeket halakon kívül más nem találtak, amikor a cunami kiment a partra. Tehát magyarul az összes állat az a környékről is elment. Tehát magyarul az állatok megérezték, hogy nekik távozniuk kell, és távoztak a környékről. Világos ez? Tehát találkoztak ugye rengeteg emberi tetemet, meg ugye halakat, amit kisodort ugye a víz, de gyakorlatilag semmilyen állattetemet nem találtak. Tehát az azt jelenti, hogy az állatok elmenekültek onnan időben, az emberek nem. És ugye én figyelgetem már, vagy 20 éve azt, hogy ahol olyan természeti katasztrófák történtek, ahol szerte a bolygón, de ugye egy-két helyre el is tudtam menni, ahol természeti katasztrófák voltak a jelenben, vagy a múltban, de hát úgy jelenben, hogy nem olyan rég múltban, vagy a nagyon távoli múltban, mindenütt úgy volt, hogy akiknek nem kellett meghalniuk, azok elmentek onnan valamilyen oknál fogva időben. És akiknek meg kellett halniuk, azok ott maradtak. Az összes ilyen természeti katasztrófán. Tehát ezért fontos, hogy az ember az képes legyen a mobilitásra. Érted? Lehet, hogy te szereted a, mondjuk a hazát, a hazádat, mert én is, de nem az életed árán is, nem talán? Tehát nem úgy szereted, hogy azért itt maradok és meghalok, ha jön egy olyan dolog, nem? Miért? Nagyon egyszerű, mert hogyha egy kicsit szellemi ember vagy, akkor még tudja, hogy nem teljesítetted be a küldetésedet, és ha nem teljesítetted be a küldetésedet, akkor a következő életben nehezebb életet kapsz. Oké? Tehát nehezítést kapsz. Na most, ugye én nem nagyon ismerek olyan embereket, akik az életüket beteljesítették, és úgy haltak meg. Hallottam ilyenekről, de én személyesen egyet se ismertem. Szóval lényeg az, hogy, hogy tudja az ember megoldani a mobilitását? Nyilván úgy, hogy van miből megoldani. Érted? Tehát ha nem tudod megoldani, hogy, legyen miből mobilnak lenni, érted? Tehát amikor időben azt tudod mondani, hogy jó, akkor most muszáj odébb állni, érted? És akkor ne puccos fenékkel állj odébb, érted? Egy szál akármivel. Világos voltam? Na most ahhoz, hogy ezt megtedd, ugye rendelkezned kell valami tőkével valahol, valamilyen formában, amit azonnal, akkor, amikor kell, tudsz mobilizálni.
kérdés az, hogy ezt alkalmazottként meg tudtad-e teremteni. Jó? Tehát meg tudtad-e azt teremteni, hogy például akár nem tudod eladni az ingatlanodat, mert már előtte el kell menned, és mégis új életet kezd bárhol. Nem kellene ezen gondolkodni, hogy egy ilyen világban élünk, ahol lehet, hogy egyik pillanatra a másikra odébb kellene állnod. És miért nem teszel azért, hogy ezt meg tud csinálni? Tehát ez nem, azt mondom, hogy ez így lesz, ez egy lehetőség, érted? Tehát ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor lehet, hogy el tud menekülni, érted? De hogy kezd új életet? Ha nincs annyi valamije, amiből újra, tehát új életet tud kezdeni. Jó kérdés, nem? Tehát ezt úgy hívják, hogy tartalék, nem? Hát nem véletlen mondom most már hány éve, 6-7, hogy 3 évnyi tartalékod legyen. Tehát az azt jelenti, 3 évnyi tartalék, ha mondjuk van családod, ketten vagytok, akkor amiből most éltek havonta, ha egy forint bevételetek nincs, akkor is 3 évig ugyanúgy tudjál élni, mint most. Érted? Tehát én ezt akkor is így mondtam, emlékeztek? Most eljött az a világ, ahol még az emberek mindig reménykednek abban, hogy jó lesz. Tehát a vég az sose jó. Mi az, hogy vég? Tehát ez a fajta működés, ami most az emberiség ahogy él, ez most a végét járja. Ezt jó, ha tudod. Tehát a vég az sose jó. Tehát amikor valaminek vége van, akkor mindig gondok vannak, és az embernek erre a végre fel kell készülnie, amennyire csak lehet. Érted? Mert az, hogy mikor következik be, na ez a kérdés. Érted? Tehát a vég azt jelenti, hogy nem globálisan vég, tehát nem feltétlenül a bolygó kell, hogy elpusztuljon, hanem lehet, hogy arról a területről ideiglenesen távozni kell. Mint amit most az ukránok csinálnak, gondold végig. Na most mennyivel egyszerűbb most annak távozni, akinek mondjuk van 3 évnyi tartaléka, nem? Vagy annak, aki ott hagyott csapott papot, és gyakorlatilag van egy hónapnyi tartalékja, és kénytelen ilyen segély akármikből érdekelni. Érted? Tehát én azt tudom, hogy az emberek nagy része az a jövőre nem gondol, és nem tesz olyan dolgokat, ami a jövő biztosítéka. Tehát én ebben tisztában vagyok. Mert nem is kellett mondjuk a szocializmusban ilyet csinálni. Tehát a szocializmusban valaki elment dolgozni, és még ha szocializmus volt, 40 év múlva onnan ment nyugdíjba. Érted? De nem ilyen világot élünk. Tehát egy olyan világot élünk, ahol az embernek, ha kell, mobilnak kell lenni. Mint amit látod, sok ember azt csinálja, hogy fogja, és nem tudod itt kellőképpen megélni, és mit tudom én, munkát keresett máshol. De nem mindegy, hogyha például munkát kell keresned máshol, akkor azt hogy kezded el? Tehát úgy kezded el, hogy azonnal meg tudod teremteni az egzisztenciádat, mert van tartalék, vagy indulsz nulláról. Érted? Tehát, hogyha baj van, akkor nem tudod eladni a házadat. Nem tudod eladni a vagyoni értékeidet. Érted? Csak a tartalékaidhoz nyúlhatsz. És nem tudom, tudjátok-e, hogy most egy hónap alatt 10%-ot romlott a forint a dollárhoz képest. Nem tudom, ez elég világos, és a rubel után a forint romlott a legtöbbet. A világban, az összes valuta közül. Hoppá. Tehát a rubel után az elmúlt egy hónapban a forint romlott a legtöbbet. A dollárhoz képest. Gyakorlatilag a dollárhoz képest tehát a dollár is romlott, mert a dollár meg romlott az aranyhoz képest. Tehát az arany így megy fölfel a dollárhoz képest, csak úgy mondanám. És mindig az inflációt az aranyhoz kell nézni. Oké? Tehát mindig nem véletlenül mondják azt, hogy arany standard. Tehát az aranya standard, az arany az alap.
ha az aranyhoz képes gyengül bármilyen valuta, akkor az gyengült, világos ez? Tehát a dollárhoz képest szinte minden valuta a világban gyengült, egy pár, nem? Például az ausztrál dollár az nem, de az összes többi gyengült, az arany meg egy csomót emelkedett a dollárhoz képest. Oké? Tehát akkor van-e infláció? Tehát az arany hát ilyen rekordokat döntöget, ami azt jelenti, hogy növekedésbe is, meg magas szintbe is. Tehát ami azt jelenti, hogy ilyen rekordinflációk vannak szerte a világban, nem csak nálunk. Tehát hiába a dollárhoz képest szinte minden valuta csökkent, de nem a dollár a standard, nincs olyan, hogy dollár standard, olyan van, hogy arany standard. Világos ez? Az arany a standard. És az aranyhoz képest, ha bármilyen valuta csökken vagy nő, az, ha csökken az baj, ha nő, akkor az jó. Érted? Ugye az, ha nő, akkor defláció, ha csökken, akkor infláció. És ez azt jelenti, hogy hát sajnos minél hosszabb lesz a háború, ez a háború, annál nagyobb lesz a pénzromlás. Legalábbis azt láttam, hogy azokon a környéken van, illetve nincs pénzromlás, ami távol van ettől a helyzettől. Érted? Tehát távol. Minél közelebb van egy ország ahhoz a környékhez, ahol most ez a helyzet van, annál rosszabb a pénzének a helyzete. Világos ez? Hát de azért nehogy azt higgyétek, hogy az EU, vagyis az euró az nem szenvedett inflációt, az is vagy 5%-ot romlott egy hónap alatt. A dollárhoz képest. Jó, az aranyhoz képest meg akkor még többet. Tehát, és akkor kérdezem, hogy most te csinálsz az életedben valamit, és az növekedett annyit, mint amennyi az infláció? Hát két évben, az elmúlt két évben majdnem 30%-os infláció volt. Tehát az aranyhoz képest az elmúlt két évben majdnem 30%-os csökkenése volt a pénzeknek. Több, a forintnak leginkább. Tehát egyébként, mint forint, az az egyik leggyengébb valutánk, ami van a világban. Tehát kevés a gyengébb valuta, a környéken nincs is olyan, ami gyengébb lenne, mint a forint. Jó? Én csak mondom, hogy kellene egy kicsit gondolkodni, és vajon mivel? Tehát ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, ha rosszabbodnak a dolgok az életedben, tehát az azt jelenti, hogy most nem más szempontból, anyagi szempontból rosszabbodnak a dolgok, tehát mondjuk elszabadul az infláció, vagy csökken a jövedelmed, vagy bármi, ugyanaz a hatás. Ugye teljesen mindegy, hogy most infláció szempontjából nézzük, vagy csökkenő jövedelem szempontjából, mind a kettőnek a végeredménye ugyanaz. Egy megoldás van. Tudod, mi a megoldás? Többet kell dolgozni pénzért. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy több cserét kell nyújtani embereknek. Tehát olyan tevékenységeket kell folytatni, vagy tevékenységet kell folytatni, ami által cserét tudsz nyújtani. Tehát a csere azt jelenti, hogy ők viszonoznak. Olyat nyújtasz, amire szükségük van, és ők viszonoznak. Érted? Na, ha ezt nem csinálod meg, akkor bajba leszel. Tehát vannak olyan dolgok, egyébként tanuljuk a növekedés coach képzésünkben, a coach azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Van egy olyan képzésünk a növekedés coachban, hogy tanuljuk a módszereket arra vonatkozóan, hogyha válságba vagy veszélybe kerül mondjuk az anyagi helyzeted, az azt jelenti, hogy ha egy kicsit csökken vagy stagnál, akkor az más szabály, más módszer érvényes rá, mint hogyha zuhanás van. Na most egy hónap alatt mondjuk 10% zuhanás, az már komolyabb probléma, az már más szabályok érvényesek. És sose úgy kell megoldani
a problémákat, hogy ó, majd jobb lesz, hanem tenni kell azért, hogy jobb legyen. Tehát a legtöbb ember úgy akarja megoldani a problémákat, hogy abban bízik, hogy jobb lesz. Ez a probléma megoldása, hogy abban bízik, hogy jobb lesz. Nem rossz a pozitív gondolkodás, csak ez önmagában kevés. Érted? De tényleg így akar, körülnézett, tényleg így akarják az emberek megoldani a problémájukat. Nem úgy, hogy tesznek azért, hogy jobb legyen, hanem egyszerűen csak azt gondolják, hogy majd jobb lesz. Tehát szurkoljunk azért, hogy jobb legyen. Nem? De tenni, hát az már energia. A tett az energia, de ugye nyilván az emberek nincsenek tisztában ezzel az energia kérdéssel valószínűleg, ami azt jelenti, hogy nem tudják, hogy akkor lesz energiád, hogyha olyan célt képviselsz, ami nagyon, aminek van nagyon értelme, érted? Tehát van nagyon értelme. Tehát ha olyan célt képviselsz, aminek nem sok vagy semmi értelme, akkor nem lesz energiád. Tehát ugye az energiák legnagyobb része, tehát ugye energiát több dologból lehet nyerni, ugye ezt tanuljuk, hogy hogy működik ez, és van a leginkább olyan szintű energia, ami a legtöbb energiát adja, ez a teremtői energia. Tehát a teremtői energiát azt nem tudod kérni, azt nem tudod csak úgy létrehozni, a teremtői energiát küldik, kapjuk. Tehát küldik, kapjuk. Érted? És ez a fentiektől kapja az adott illető. Oké? Tehát ez egy isteni energia, fentről származik az istenektől, és ők adják azoknak, akik megérdemlik. És ezáltal ugye pontosan tudják, hogy ki érdemli meg, és ha valaki megérdemli, akkor kap ilyen energiát. De akkor kapja ezt az energiát, hogyha ő neki olyan a célja, és hajlandó azért tenni. És el is kezdi a cselekvést. És a elkezdés után történik ez, hogy megkapja az energiát, és nincs olyan, hogy energiahiány. Jó, szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy neked milyen olyan célod van, amire te kapnál teremtői energiát. Hány olyan szervezetet ismertek, céget, akármit, munkahelyet, ahol az ember mondjuk kapna teremtői energiát? Tehát ha olyan dolgot csinálnak mondjuk az emberek ott annál a cégnél, ami nélkülözhetetlen vagy pótolhatatlan. Tehát hány olyan céget, munkahelyet látsz, ahol mit tudom én, az a tevékenység, amit végeznek, az pótolhatatlan. Tehát az azt jelenti, hogy más nem tudja pótolni. Én nem tudok egyről se, egyről tudok, a miénk, rajtunk kívül nem tudok egyről se. Miért? Na szóval. Tehát ugye a fentiek aranykort akarnak. Az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. Hát most nem e felé megyünk, ha jól megnézed. Tehát ezt akarják a fentiek. Mi az, hogy fentiek? Nehogy azt képzeljük, hogy mi csak úgy itt lettünk, és nincsenek nálunk értelmesebb lények a világegyetemben. Nem is túl távol is vannak tőlünk, a Holdban is vannak, egyébként a Marsban is vannak, Vénuszban is vannak olyan értelmes lények, amely gyakorlatilag a teljes működésünkre rálátnak, sőt, a te működésedre is rálátnak. Oké? Tehát mindenkinek a működésére rálátnak, sőt, minden gondolatodat pontosan tudják. Tehát amiről a hatalom áhítozik, hogy ismerje minden gondolatodat, azt ők már rég tudják. Érted? Tehát mondom, a jelenlegi földi hatalom arra ácsingózik, hogy mindenkinek a gondolatát megismerje.
Na ez a fentieknek nem probléma, ezt régen, régóta csinálják. Tehát az azt jelenti, hogy pontosan tudják, hogy mire gondolsz, mit csinálsz, azt látják. Jó, tehát mert ugye a gondolataid alapján cselekszel. Szóval lényeg az, hogy az aranykor egy olyan társadalmi forma lenne, ahol az emberiség hát egy részének ugye be kellene jutni ebbe az aranykorba. Minél jobb, vagy minél több ember jutna be, annál jobb. Azért kell aranykor, mert addig, míg elnyomás van a bolygón, addig az emberek nem tudnak töretlenül fejlődni. A fejlődésük ilyen. Tehát ami azt jelenti, hogy még ez se, hanem ilyen. Még egyszer mutatnám. Mai társadalomban az emberek fejlődése az ilyen. Oké? Tehát nem ilyen, óriási tévedésben élsz. Tehát ahhoz, hogy ilyen legyen a fejlődésed, el kell szeparálnod magad az elnyomóitól. Világos voltam? És ha ezt nem csinálod meg, te így fogsz fejlődni. Tehát egyszer jobban leszel, egyszer rosszabbul. Nyilván ennél jobb lesz ettől a szinttől, de nem sokkal lesz jobb. Érted? De jobb lesz. De az embernek az a minimum, hogy így kellene fejlődnie. Az a minimum. És ha te nem szeparálod el az elnyomóitól magadat, bocsi, de nem fogsz tudni fejlődni. Oké? Ha nem tanulod meg kezelni az elnyomóidat, bocsi, de nem fogsz tudni fejlődni. Ha nem kezded el átlátni a helyzetet a dolgokban, hogy mi hazugság, mi igazság, bocsi, de nem fogsz tudni fejlődni, mert mindentől félni fogsz. Belöknek egy információt a médiába, te meg otthon összepisiled magad. Érted? Ennyi. És nem tudod, hogy az igazság, vagy kamu. Érted? Na most mi egy olyan szervezet vagyunk, ami biztosítani tudja azt számodra, hogy fejlődj. Oké? És ne így működj. Tehát, hogy elért például azt, hogy képes legyél minél hamarabb elszeparálni magadat, illetve kezelni az elnyomóidat. De ha állandó elnyomásban részesülsz, azt nem lehet kezelni. Érted? Azt lehet kezelni, ami nem rendszeres. A rendszeres elnyomást nem fogod tudni sose kezelni. Tehát ezért azok, akik rendszeresen elnyomnak, azoktól el kellene távolítani magadat. Megszakítani a kommunikációt. Márpedig a munkahelyek zöme, nagyon nagy része, az rendszeres elnyomást ad. Bocs, de ez van. Oké? Az is, tehát minden elnyomás, amit problémaként élsz meg. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát ezt jól megjegyzitek, minden egy ember számára elnyomás, amit problémaként él meg. Tehát az azt jelenti, hogy lerontja a hangulatodat. Az mind elnyomás. Tehát ezáltal az embernek egy olyan életkörülményt kell saját maga számára létrehozni, ahol minél kevesebb a probléma. Világos ez? De az nem az a megoldás, hogy akkor elvonulsz. Miért? Hova? Mit tudom én, mondjuk egy tanyára. Miért? Hát azért, mert hogy fogsz megélni? Értesz mindenhez? Mezőgazdaság, állattenyésztés, minden? Profi vagy benne? Hát manapság, ha Magyarországon ugye aki ilyet nem csinált, azt tudja mondani, hogy ő profi, hát akkor az hazudik. Azt tudja mondani, aki ilyet csinál évtizedek óta. De az is, hogy fog mindent megtermelni. Oké? És lesz elég pénze megvenni ezt, azt, amazt? Cserélni? Hogy? Hát a csere az csak múltban működött. Ez már csak egy elméleti dolog, az olyan csere, amiért nem pénzt kapsz. Tehát az olyan fajta csere, hogy
mit tudom én, mondjuk székre van szükséged, és van asztalos ismerősöd? Nem feltétlenül, érted? Nekem a szomszédom asztalos volt, már nincs asztalos szomszédom. A másik szomszédom villanyszerelő volt, már nincs villanyszerelő szomszédom. A harmadik szomszédom kőműves volt, már nincs kőműves szomszédom. Érted? Mind kihaltak. Szó szerint. Mikor oda költöztünk, még ez nem volt gond, ahol lakunk. De most már egyik se ilyen, mert mind meghalt. Nincsenek ilyen szakemberek a közvetlen környezetedben. Érted? Hogy cserélsz? Hogy adsz neki olyat, ő megad helyette olyan, ami neked kell. Jó? Tehát marad az, hogy eleget termelsz, el tudod adni, de ha eladásra termelsz, akkor meghatározzák, hogy mit vethetsz vele a földbe. Érted? És nem vethetsz bele akármit, és olyat vethetsz bele, aminek a magját hiába ülteted el a következő évbe. Nem csirázik ki. Érted? Ilyenek már a növények, nem vicc. Miért? Veszel narancsot és látsz a narancsba magot. Hát régebben fogtad azt a narancsnak a magját, elültetted és narancsfa lett belőle. Nem egy narancsfát ültettem. Ma is van még narancsfám otthon. De most már olyanok, hogy elülteted és nem lesz belőle semmi. Érted? Nem hagyd ki. Elérik azt, hogy ilyet kelljen elültetned. Oké, és meghatározzák, hogy mit vegyél. Na, hát ha meg meghatározzák, hogy mit vegyél, akkor az biztos, hogy olyan, hogy azt permetezni kell, ezt kell vele csinálni, azt kell vele csinálni. Érted? És onnantól kezdve nem tudsz olyan növényt ültetni gyakorlatilag, amivel fent tudnád magad tartani. Ha csak nincs valami olyan kerted, ahol még ott vannak a régi növények. Vagy nagy nehezen talán egy-két helyről beszerezhető, de nem valószínű, hogy nagy mennyiségben. Szóval a lényeg az, hogy nem megoldható a külön utas. Nézzétek Géczi Gábort, megoldotta az életét? Külön utas dolgot akart, teljes elszaparálást akart, és megoldotta? Nem. Persze, elmenni a más világra. Az sikerült, persze. Jó, tehát nem megoldás, ez nem megoldás. Azt gondolják az emberek, hogy ez a megoldás. Nem az a megoldás. Tudod, mi a megoldás? Az, hogy a munkádat választod le a többiektől, érted? Hogy olyan munkát csinálsz, amit te határozol meg. Olyan munkát csinálsz, ahol te vagy az ura saját magadnak, amit lehet otthon csinálni nyugodtan, akár úgy, hogy ki sem mozdulva a lakásból. Érted? De ha akarsz, kimozdulsz olyan emberek közé, akik nem nyomnak el, és jól érzed velük magadat. Érted? Akkor ugye kérdezném, hogy hol vannak ilyen munkahelyek? Ha munkahelyek nincsenek is, ez nem munkahely, ami van. Ez egy olyan lehetőség, amit kihasználhatsz. Mi tanulunk milyen dolgokat? Olyan dolgokat tanulunk, ami ahhoz kell, hogy például jól tudj bánni önmagaddal. Fontos lenne, hogy bárki jól tudjon bánni önmagával. Legyen önbizalma, önértékelése, önbecsülése, célokat képes legyen megvalósítani. Ez fontos lenne? Vagy az fontos lenne, hogy jól bánjon egy másik személlyel, mondjuk a párjával? Vagy az fontos lenne, hogy mondjuk a szüleiddel, vagy gyerekeiddel jól bánjál? Hát én azt látom, hogy a legtöbb szülő hát valami eszméletlen bénán neveli a saját gyerekét. Ami azt jelenti, hogy nem életképes lesz utána. Vagy lehet, hogy életképes lesz látszatra, életképes, de függőségi viszonyban lesz másoktól. Érted? Az életképesség az, hogy nincs függőségi viszonya másokra nézve. Érted? Tehát nem függ másoktól. Akkor nézzük tovább. Például az emberekkel nem fontos lenne az, hogy jól tudjál bánni bárkivel. Hát ugye ez a ukrán elnök ez nem tud jól bánni, mert politikusi vénája az nincs, mert sose tanulta ezt, érted? Sose tanulta azt, hogy hogy kell az emberekkel bánni. Hát nézd meg, a legtöbb színész lehet, hogy sikeres, az élete romokba hever, érted? A legtöbb színésznek. Tehát azt látod, hogy sikeres, mert
elismerik őt, meg megtapsolják, meg gratulálnak, meg díjakkal jutalmazzák őt, közben az élete meg romokba hever. Nem tud a önmagával bánni, nem tud a szüleivel bánni, nem, ugyanez az énekesek, nem tud a gyerekével, érted? Elfuserált gyerekeket nevelnek. Érted? Akkor mi, ez, hol siker ez? Vagy megnézzük, vajon az, hogy az ember a munkájával helyesen bánjon. Tehát, hogy képes legyél a munkádból kihozni azt, ami benne van. Nem olyan munkából, ahol megmondják, hogy mit csinálj. Hát ahhoz sok ész nem kell, hogyha az ember olyat csinál, amit megmondják, hogy mit csinálj, azt meg, vagy meg is mutatják, azt megcsinálja az ember. Olyan, ami tőled függ. Ami teljesen tőled függ. Nyilván sokan dolgoznak olyan munkát, ami teljesen tőle függ az ő szellemi kapacitásától. Vagy nézzük meg, mennyire fontos, hogy képes legyél a pénzteremtésre. A mai világban azt gondolod, hogy nem fontos? Soha nem volt ennyire fontos a pénzteremtés, mint most. Soha. Oké? Tehát, hogy képes legyél pénzteremtésre. Ennek egy feltétele van. Nyilván ez egy módszer, hogy odajussál, hogy képes legyél cserét létrehozni. Tehát ugye megtanulni azt, hogy amit nyújtasz, adsz az embereknek, azt elfogadják. Érted? Ez bármi lehet. De adjanak érte cserét. Méghozzá megfelelő cserét adjanak. Nézzük tovább. Vajon az nem fontos, hogy az ember tudjon bánni a saját környezetével? Az nem, itt nem az emberekről van szó, hanem az egyéb dolgokról. Vagy avval, hogy a hatóságokkal jól tudjon az ember bánni. Hogy ne legyen semmi gondod a hatóságokkal. Vagy például a teremtőddel jól tudj bánni. Ezek nem fontos dolgok. És ez hol tanulod meg így komplexen, ha nem itt? Hm? Ugye, és miért pont itt? Hát mert mi vagyunk a kiválasztottak ebben kapcsolatban. Ugye ezt a szervezetet én hoztam létre, még sok-sok évvel ezelőtt, mikor 93-ban. Érted? Ez nem most volt. És azóta én emberekkel foglalkozok. És a 93 alatt, vagy a 93 óta 4 különböző területen sikerült elérni piacvezetői pozíciót. Abból 3 pénzügyi terület volt. A negyedik, amiben most vagyunk. Mi tanítjuk a legtöbb olyan embert, aki tanul ilyen típusú képzéseket. Itt Magyarországon. Még a világban nem, de Magyarországon már igen. Oké, milyen típusú? Mondjuk, ha összehasonlítjuk magunkat, a coachképzés. Vagy akkor mondhatjuk azt is, hogy ha egy kicsit kisebb területre gondolunk, akkor mondjuk személyiségfejlesztés. De a személyiségfejlesztés az csak egy dolog. Ha miért kell egy embernek a személyiséget fejleszteni, ha se tudja, mi a küldetése? Azért, hogy rossz célra használja a személyiség fejlődését, és átveri az embereket? Azért, mert ezt csinálják. Akinek fejlesztik a személyiségét, és nem tudja, hogy mi a küldetése, miért született egyáltalán a Földre, ide a bolygóra, akkor az átveréssel használja a saját személyiségének a fejlődését. Szó szerint. Amikor például elad olyan termékeket, ami árértékben a fasorba sincs. Érted? Vagy rábeszél olyan üzletekre, emberekre, ahol átverik az embereket. Érted? És ilyennel tele van a bolygó. Fölfejlesztették a személyiségét, és nem jó célra használja, hanem az emberek átverésére. Világos ez? Vagy mondanék politikusokat is ugyanígy. Fölfejlesztették a személyiségüket, és átverik a lakosságot. Nem? Vagy rosszul látom? Tehát gyakorlatilag a személyiségfejlesztést, a képzést, képzők öncélra használják. Szó szerint öncélra használják, akik képeznek embereket, hogy fejlődjön a személyiségük. Ha nem öncélra kell használni. Tehát ugye menjünk vissza az aranykorba. Tehát az aranykor egy olyan társadalom, még egyszer, ahol az emberek képesek arra, hogy szeretetben, békében éljenek, és azt a célt szolgálná, hogy folyamatosan tudjál fejlődni, ahol már nincsenek elnyomók. Miért? Mert az elnyomók meghaltak. Most gondold végig, hogy kell itt vajon a bolygón meghalniuk az elnyomóknak.
Világháborúban? Vagy háborúban? Vagy tűzvészben? Vagy vízözönben? Vagy miben? Hm? Miben? Választhatsz? Miben? Mert lesz ez is, az is, amaz, minden lesz. Miben kell meghalniuk? Hm? Hát persze, a föntiek fogják eldönteni, nem mi. De választhatsz, hogy melyikbe akarod, melyikbe akarsz elmenni. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sokan el fognak menni emiatt. Nagyon sokan. A szeretteidből is. Miért? Mert nem akarnak tanulni, fejlődni. De miért kell tanulni, fejlődni? Nem az aranykor miatt, nagy tévedésben élsz, hanem azért, amiért ide jöttél a bolygóra. Tudod, miért jöttél ide a bolygóra? Mert vissza kell menned, kellene menned oda, honnan jöttél. Honnan jöttél? Egy magasabb szintű létformából jöttél. Egy isteni létformából jöttél le. Tehát a mai lényedhez képest te egy Isten voltál. Nem a tested, a lelked. Érted? Most csak egy ember vagy. Te egy Isten voltál. Istenként lejöttél ide, vagy szabad akaratból, vagy leküldtek, de akkor is a leküldés is a legtöbb embernél szabad akarat volt. Tehát te választottad azt, hogy lejössz, kipróbálod, csak lehet, hogy itt rekedsz, vagy itt rekedtél. De ez a jó. Tehát azért van az emberiség itt ezen a földön, hogy képes legyen különbséget tenni a jó és a rossz között. Méghozzá a jó és a rossz különböző fokozatai között is. Hogy ne járjanak úgy az, a lelkek, mint ahogy például... Igen. Lucifer, köszönöm szépen. Lucifer és a követői jártak. Ismered a történetet? Valamilyen szinten? Az nem egy mítosz, az egy megtörtént esemény. Lucifer lázadása a teremtővel szemben, az megtörtént dolog. És ugye, hogy ez ne következzen be többet a világegyetem történetébe, nyilván így is van elég ellensége a teremtőnek és a teremtő által követett isteneknek. Csak ugye ezt azért fogalmazom külön, mert ez két külön kategória. És ugye mi, az, maga a Föld, az a teremtőt követő társadalom része. De ez egy olyan iskola, ahol az emberek, nem is az emberek, a lelkek azért vannak itt, hogy pontosan megtapasztalják azokat a sok rosszat, amit megtapasztaltunk, megtapasztalsz, hogy megtapasztalja azokat a sok rosszat, és tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között. Hogy soha senkinek ne akarjál rosszat előidézni. Érted? De ezt meg lehet tanulni ugye egy élet alatt. Mert csak egy élet alatt tudod megtanulni, kettő alatt nem. Mert nem adódik össze az előző életed a következővel. Bocsi, de ez így van. Tehát egy élet alatt megtanulhatod. Vagy fogod és összeszeded magad és megtanulod, hát vagy nem, te döntésed, nem másé. Akkor az azt jelenti, hogy nem kerülsz vissza onnan, ahonnan jöttél. Nem kerülsz vissza egy magasabb létformába. Nem kerülsz vissza, hanem újra inkarnálódsz, újra születsz. Csak ha itt bejön az aranykor, már pedig 2035-re az egész bolygón aranykornak kell lenni, onnantól kezdve nem tudsz ide visszaszületni. Világos ez? Hova születhetsz vissza? Van másik bolygó, elkészült, csak nem itt, mert már a Föld, az univerzumunk nem a széle, hanem elég bent van. Ez olyan, mint a mondjuk a Józsefváros. A Józsefváros az régen város széle volt. Oké? Okay? Az ott a város széle. És nem véletlenül van ott a temető, persze, hát mindig a temető az a városon kívül volt, sose a városon belül, az ott a város széle. És most is a város széle? Nem. Na ugyanígy van a Föld. Régen, mikor a Földöt létrehozták, az az univerzumunk széle volt. Világos ez? Most már nem az, hanem egy csomó naprendszer és galaxis van kijebb. Érted? És van az univerzum szélén olyan bolygó,
ahova oda kiraknak, aztán ott éldeg élhetsz. Csak egy kérdés, hogy mikor fogsz inkarnálódni, ez a kérdés. Mert ugye egy ilyen bolygót 100 családdal indítanak, általában olyan 100 körüli családdal indítanak el. Nem 8 milliárddal, hanem 100-dal. Érted? És onnan így volt, mikor törölték az előző emberiséget, körülbelül 100 család maradt. Oké? Összvisz. Illetve ugye még annyi sem maradt, hanem még ugye újraindítottak embereket. Ugye hál' Istennek nekik a technikáik megvan ehhez. Szóval, de ez nem mese, nehogy azt hitt, hogy ez ilyen utopisztikus vagy ilyen fantasztikus dolgok, ezek tények. Hát ezért ugye ha megkérdeznéd olyanokat, akik régóta vannak itt, hogy azokból, amit én jósoltam a jövővel kapcsolatban, mi nem jött be. És akkor azt mondanák, hogy olyan nem volt, ami ne jött volna be. Oké, tehát ez miért? Hát mert olyan információkat kapok az élet és az ember működéséről, amit a bolygón nagyon kevesen. Tehát én tudom, hogy hogy jött létre a világegyetemben a lélek és az élet. Érted? Ezt én tanítom. Hát nem sok ember tudja ezt a bolygón. Oké? Mert erről az információt megkaptam, hogy pontosan hogy jött létre az egész. Jó, szóval el lehet gondolkodni azon, amiket elmondtam. Itt van egy lehetőség arra, minket választottak ki, hogy az embereket fejlesszük. Fejlesszük arra a szintre, hogy képesek legyenek arra, hogy bekerülhessenek az aranykorba, a szeretet, béke, boldogság korába. Tehát, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ezt kell megtanulni. És ha ezt valaki nem tanulja meg, hát akkor nem jut be az aranykorba. Hát, sorry. És ezt nem én mondom meg, hogy ki jut be az aranykorba, nehogy félreértsétek. De hogy én mondom, nem én intézem, hogy ki maradjon benne az aranykorba, vagy ki nem. A fentiek ezt elintézik. Az életed ura volt. Ha nem születtél volna le, ha a teremtőd nem intézte volna el, hogy leszüles. Gondold végig, kiválasztottad a családodat, mielőtt leszülettél. Még akkor tudatodnál voltál. Kiválasztottad azt is, azt az időpontot, hogy mikor fogsz leszületni. Kiválasztottad azt is, hogy milyen gyerekkori élethelyzeteket fogsz megélni. Ezt mind kiválasztottad, érted? Gondold végig, leszülettél abba a családba, de előtte kitörölték az összes tudásodat. Leszülettél abba a családba, megélted azt, amit megéltél gyerekkorba, és most felnőttként te döntésedtől függ minden. Minden tőled függ. Minden, minden. Ha akarsz, tanulsz. Ha akarsz, nem tanulsz. Mi nem akarunk rábeszélni semmire. Én azt tudom, hogy én rengeteget fektettem be az életem során, mert 87-től a saját magam fejlesztésébe. A tanulásomba. Én azt az utat választottam, hogy én tanulok, fejlődök. Te választhatod azt, hogy nem. Nem tanulsz, nem fejlődsz. De nem akarlak elkeseríteni, de nem nekem lesz akkor nehéz, hanem neked. Ennyi. Jó? Tehát azt tudom, hogy aki engem követ, illetve ebben a szervezetben benne van és csinálja azt, amit mondok, nyilván nem feltétlenül csak személyesen, de azért előfordul az, hogy személyesen beszélek emberekkel. Ha csinálod azt, amit mondok, akkor be fogsz jutni nem az aranykorba, hanem a magasabb létformába. Érted? Ebben az életedben, nem a másikban, a következőben, ebben az életedben. Tehát én nem inkarnálódtam ide a földre, ami azt jelenti, hogy nem volt előző földi életem, közvetlen földi életem. Ugye a múlt században még, mikor én születtem, átlagosan egy ember 13 év múlva inkarnálódott, átlagosan. Én nem földi emberként inkarnálódtam. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy én az előző életformámban is tanító voltam, csak nem a földön. Jó? És lényeg az, hogy át tudom adni a tudást, megvan az a kapcsolatom, hogy átadjak mindent, például olyat is, hogy mit tudom én, fölteszel egy kérdést magadban,
Érted? És előadásban meg megválaszolom a választ. Érted? Tehát nem kell leírnod, hanem előadásban megválaszolom. És mit tudom én, ha személyesen fölteszel egy kérdést olyan, ami mondjuk a válaszom még nem találkoztam, és nem tudsz utána járni a válasznak, mondjuk 3 percen belül megmondom a választ. Tehát ez nem nagy képűség, ezt azért mondom, hogy az sem nagy képűség, hogy be kell jutnod a felső létformába, vissza kell jutnod, be kell jutnod az aranykorba, és utána tudsz tanulni annyit, hogy képes leszel bekerülni a felső, visszakerülni a felső létformába. Ezt meg lehet csinálni, de ez aranykornak kell lenni. És az, hogy mennyi emberrel lesz aranykor, ez itt a nagy kérdés. Oké? Hogy hány ember hajlandó tanulni, vagy várják azt, hogy majd minden visszarendeződik, vagy majd magától jobb lesz, és várják azt, hogy azt mondják, hogy tőlem úgy se függ semmi, eddig se függött semmi, hát ezután se függ semmi, nagy tévedésben élsz, minden tőled függ. A te döntéseidtől, a te cselekvéseidtől. Oké? Minden tőled függ. Akárhogy gondoltad, vagy gondolod, akárhogy láttad eddig, akkor is tőled függ. De ez egy jó hír, hogy tőled függ. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek tanulóink, szeretlek benneteket, sziasztok, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a mai képzést is. Szedlacsik Miklósnak valóban megvannak ezek a képességei, én már elég régóta itt vagyok ahhoz, hogy ezt megtapasztaltam személyesen. És itt vannak még azok az emberek, akik vele vannak több mint 25 éve. Számomra ők is olyan hiteles emberek, akik Szedlacsik Miklóssal végigcsinálták azt a 4 munkaterületet, amiről beszélt, és mindegyikben a piacvezetők voltak. Tőlük is hallottunk olyan információkat, amiken ma már nem csodálkozunk, tehát Szedlacsik Miklós bármi, amit mond, én azt szoktam mondani, hogy betű szerint az úgy van, mert én is ezeket éltem meg, és ezeket tapasztaltam. És mivel csapatban vagyunk, és mi mindig vagy itt vagyunk, vagy a szeminárium, vagy a vezetőképzőn, tehát nagyon sok olyan helyzet van a tapasztalása, ami nekem egy bizonyosság, és én tudom, hogy bármit, amit mond, és hihetetlennek tűnik, az biztos, hogy tényleg úgy lesz. A másik dolog, amit a csapatban működésről, tehát akik otthon nézik egyedül, akár utólag az előadásokat, nem fogják ezeket a dolgokat tudni beépíteni egy idő után. Tehát mindig a közösség ereje az, ami akár csak egy picike csapat is, ami segít abban, hogy tükröket kapjunk, bizonyosságokat szerezzünk, ne kelljen minden élethelyzetet megélni, mert látjuk a másikét, és hogyha felfejlődtünk, vagy fejlődtünk valamennyit, akkor akár tudunk nekik segíteni. Szedlacsik Miklós szokta mondani, hogy amíg el nem indultunk, addig nincs, aki követ, tehát indulni kell. Mindenkinek. Ezt vállaltuk, akár tudja a személy, akár nem, a lelkünk emiatt született le. És ugye pénz nélkül még nem megy, tehát előbb létre kell hozni azt a korszakot, amikor már nincs szükség a pénzre. De itt egy olyan minimális óradíjat kérnek, ami szerintem nevetséges, 330 forint óránként, 30 óra képzés is 9800 forint. Ez szerintem mindenki által megfizethető, és aki szeretné, hogy több pénze legyen, akkor az neki fogásokat gyártson, hogy nincs ideje, nincs pénze, mert nem is lesz. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt az előadást. Szintén nagyon elgondolkodtató dolgokról hallottunk. Tulajdonképpen nem véletlenül szerettünk, vagy születtünk ide a földre hatalmas célokkal, mindenkinek megvan a küldetése. És a legelső
küldetésünk, hogy visszakerülhessünk az aranykorba, a felsőbb létformába. Ehhez szükségünk van egy aranykorra, ehhez szükségünk van egy tudásra, ehhez szükségünk van egy csoportra. Én sok mindenkitől visszahallom, hogy ő személyesen fejlődik, tudja, ő ugyanezt az életet éli, amit itt a PPH-nál tanultunk, vagy tanulunk és tanítunk, de szerintem ez közösség nélkül nem megy. És ez itt a PPH-nál egy nagyon csodálatos közösség, egy nagyon csodálatos vezetővel, nagyon csodálatos csapat, ami nagyon nagy segítség ahhoz, hogy egyáltalán a tudásodat megtapasztald, és tud is alkalmazni. Mert ugye, hogy hát hiába van az embernek tudása, hiába olvasott millió dolgokat, meg könyveket, ha ezt nem alkalmazzuk, akkor ez szinte nem ér semmit. Itt a közösségnél, PPH-nál ezt tudod is alkalmazni, és vissza is kapod a tükröződést, hogy jól csinálod-e, vagy jól nem. Tehát mindenre van megoldás, mindenre kapunk segítséget, és csak erre tudok hivatkozni, hogy ez a te döntésed, minden a te döntéseden múlik, megkaptad a szabad akaratot, vagy jössz, fejlődsz velünk, vagy nem, és ne várj arra, hogy majd eljön annak is az ideje, majd ez is így lesz, meg fogom tapasztalni, meg fogom inni. Nem, az idő, ezt csak annyit tudok rám mondani, hogy az idő az megy. Az az egyetlen egy, amit nem bírsz visszaszerezni. És ha elkésel, lemaradsz, nem sok időnk van. Ezt mindenkinek csak javasolni tudom, hogy döntsön, tartson velünk, és itt szinte mindent megtalálsz, bármilyen problémád van, bármilyen fejlődésed a boldog élethez, a szabad életedhez. Hát most szünet következik, szünet után coachképzésünk lesz, személyiségfejlesztő 5, melyen szeretettel várunk, ha részt tudsz venni, olyan helyen vagy, ahol meg tudod nézni, ott szeretettel várunk, ha felkeltettük az érdeklődésedet. Ha úgy gondolod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél és megtiszteltél minket, akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik.